Akár ön is lehet, te is lehetsz az, akinek logó ötlete köszön majd vissza számos felületről 2022-ben, amikor Salgótarján városrend nyilvánításának centenáriumát ünnepeljük. Salgótarján önkormányzata és a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ ugyanis nyílt pályázatot hirdetett Salgótarján 100 éve város egyedi logójának megtervezésére. Salgótarjánt sok éves mozgalom és előkészítés után 1922. január 27-én nyilvánította várossá a Belügyminisztérium rendelete alapján a település akkori képviselő testülete a jelenlegi kohászművelődési központ épületében. Ugyanekkor választották meg egyhangulag a város első polgármesterének dr. Förster Kálmánt. 2022-ben tehát 100 éves városunkat ünnepeljük, ennek a jubileumi eseménynek a logóját keresik most. A pályázatra bárki jelentkezhet, akár több tervvel is. Ráadásul, aki a zsűri szerint a legjobb tervet készíti, az nem csak annak örülhet majd, hogy az ő ötletét valósítják meg, de az erkölcsi elismerés mellé 100 000 forintot is nyerhet. A felhívás szerint olyan logót várnak, amelyben megjelenik Salgótarján és a 100-as szám, letisztult, elegáns, szimbolizálja a város értékeit, esetleg múltját, ugyanakkor stílusában jövőbe tekintő, és ami fontos, alkalmas arra, hogy különböző felületeken megjelenjen, és könnyen beleilleszthető legyen bármilyen arculatba. A pályázat benyújtási határideje 2021. augusztus 27. péntek. A formai követelmények és a pályázattal kapcsolatos további információk a www.salgóremek.hu weboldalon olvashatóak. A 100 éves évfordulóra számos programmal és eseménnyel készül Salgótarján városa. A centenáriumi logó minden eseményen megjelenik majd.